Köszönöm mindenkinek, Necrocrim vagyok, és remélem nem maradtatok le az első részben, mert itt folytatnám gyakorlatilag azt, amit elkezdtünk, hogy hogyan érjük el a célunkat című történetet, és ugye az első részben volt szó a kihívásról, a célról és a jutalmazásról, és hogyha követted az első videót, és megpróbáltad követni az én módszereimet, és eljutottál arra pontra, hogy hát megyeget is, meg nem is, de még mindig nem az igazi, és hogy miért van ez. Ez a videó már arról fog szólni, hogy magasabb killstreak, tehát a cél magasabb, egy újabb határt kell átlépni. Javaslom, ti is állítsátok át a killstreakeket, ha eddig nem tettétek, és menjünk egy újabb határra, és hogy hogyan érhetjük el ezt az újabb, magasabb killstreaket, magasabb célt, hogyan lépjük át a saját határunkat, és íme lehet egy újabb fejezet abban, hogy, illetve hát megpróbálok segíteni, hogy hát, hogyha sikerül egy újabb fejezetet nyitni ebben a dologban. Szóval ott tartunk, hogy kitűztél egy célt, megvan a kihívás, megvan a hogyan érd el, és erőlködsz, és nyomod, és nem megy. És nem tudod, hogy miért. Itt jön egy kicsit magam ellen fogok beszélni, itt jön a másik kulcspont, hogy hát megnézted a videómat, vagy megnézted más videóját, és eszeveszettől próbálod alkalmazni a technikáját. És hol összejön, hol nem jön össze, és ez így nem az igazi, ugye? És próbálod alkalmazni a technikámat, próbálod alkalmazni más technikáját, és valahogy össze is jön, meg nem is jön össze, érzed, hogy miről beszélek, de mégsem érzed úgy, hogy az igazi. Mi az, ami ilyenkor hiányzik? És mi kellhet ahhoz, hogy mégis elérd a célodat? És akkor itt elmondok egy újabb kulcsfontosságú dolgot, mielőtt még elmennénk a legmagasabb killstreakig, hogy újra megtaláld önmagad. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, bocsánat, csak nevetek a helyzetet, nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ne felejtsd el, hogy neked van egy tehetséged, rendelkezel egy stílussal, amit nem szabad megtagadnod. Szóval bár megnézed a videómat, bár megnézed más videómat, bár tetszik, amit mondok, bár tetszik, amit a másik videós mond, de az a mi stílusunk. Az, ahogy mi csináljuk, ahogy nekünk jó, és ilyenkor ne felejtsd el, tehát hajlamosak vagyunk elfelejteni, ne felejtsd el, hogy neked megvan a saját stílusod. És az tökéletes, az jó, az mindent visz. Szóval alkalmazd a te saját stílusodat. Hogy mikor döbbentem rá erre igazán, hogy mennyire fontos a saját stílus, hogy azt vigyük bele a játékba, ne azt, amit más mond, ahogy más csinálja. Amikor igazán rá akartam, néztem én is annó jó videósoknak a kommentjeit, ők hogyan játszanak, mit csinálnak, és így kezdtem ezzelre beletenni magamat ebbe az egészbe, bár akkoriban, amikor elkezdtem videókat nézni, erről nem léteztek kommentárok, csak akkor kezdett úgy felvirágozni, de sok ilyen montázsot és gameplay is néztem, hogy anyám, te jó, tolják, úristen, bárcsak én is így játszanék, és eszeveszettől erőlködtem, hogy beletegyem mindazt, azt, amit látok a videóval, és csak nem ment. Tehát már el tudtam élni az első helyzetet, de sokat is haltam, nem jött össze a killstreak, és csak nem ment. Aztán később rájöttem, hogy rohadtul van egy stílusom, és az bele kell vigyem. És én úgy szeretek játszani, hogy taktikázok, és csapatjátékos vagyok, és stb. Stb. De igazából mikor, hogy? Tehát ennyi év alatt már eljutottam olyan játék formákig, ahol minden stílustól akad. Van, amikor özök is pöcs vagyok, van, amikor nagyon csapatjátékos vagyok, van, amikor csak killstreakre megyek, van, amikor csak arra megyek, hogy első legyek, és minden játék stílusban beleviszem önmagam, és azt a stílust, ami én vagyok, ahogy én élvezem csinálni, és akkor összejön, akkor elérem a célomat. És vagy éppen azt a stílust, amit akkor épp érzek, hogy csak úgy fog összejönni, mert abban a stílusban van kedvem játszani, és csak úgy tudok. És hiába mondja ez a hülye Necrocrimot YouTube-on, hogy fia, így kell játszani Call of Duty-t, mert hogy ez ilyen taktikus, mert hogy ez így és így. Felejtsd el. Szóval az kell, ahogy épp kedved van játszani, amelyik stílusodat, amelyik tehetségedet bele akarod vinni, és akkor
fog összejönni, mert akkor olyan szinten kezdesz el gondolkodni, úgy használod azt a tudást, amit már megszereztél, ahogy eddig soha. És ezt az ön saját stílusodat, ha beleviszed a játékba, akkor fogod elérni igazán a célodat. Szóval a játékban felhőtlennek kell lenned, ez egy játék. Itt nincs tét. Tét majd az életben lesz, a valóságban. Itt nincs tét. Itt beleviheted masszívan, amit akarsz. Szóval ne gondolkodj, úgy értem, hát gondolkodj, ha az van kedved, de azon ne gondolkodj, hogy kinek a stílusát kövesd, mert nincs jó stílus, mindegyik stílus saját szabra. Én felrakom a videót, én elmondok egy módszert, hogy hogyan érem el a céljaimat, és remélhetőleg ez segít abban, hogy te is elérd azokat a célokat, de ne felejtsd el, hogy mindenben nem szabad megfeledkezned önmagadról, hogy te honnan jöttél, mit értél el, és hogyan érted el, és hogy te hogy játszol, hogy mi a te stílusod, és hogyha ez neked megfelelő, és úgy az a tied, akkor azt bele kell vinni a játékba, azt úgy kell csinálni. És akkor el fog jönni a cél, és ez a videó is annak jegyében telt, itt már csak így masszívan összeszedtük a 10 kis triket, azt hiszem a következő videónál ugye még egy magasabb készükre megyünk, a Juggernautra gyakorlatilag, az kemény 11 streak, és akkor még nem is tudom, hogy miről fogunk ott beszélni, de egy újabb szintről arra, hogy egy újabb szintet elérünk abban, amit tudunk és amit szeretünk csinálni, és szeretnénk jól csinálni mindenképp, de ez a fejezet ugye abból telt, hogy legyünk önmagunk, ne felejtsünk el önmagunk lenni, mert akkor tudunk 100%-os teljesítményt hozni. Ha önmagunk vagyunk, hogy úgy mondjam, akkor kijön a tehetség. Plusz még rámegy mindaz, amit eddig összeszedtünk, ugye tegyük fel az első videó óta, amit összeragadt rátok, amit tanultatok, hogyha követtétek a módszerem, az mind-mind kijön azáltal, hogy te hozod önmagadat. Szóval csak akkor leszel jó, csak akkor tudod elérni a célodat, hogyha engeded, hogy mindaz, ami benned van, az kijöjjön. Ne felejtsd, ez egy játék, ez nem prestízs. Leszarják, hogy hogy játszol, te magadnak kell megfelelj, és magad előtt kell jó legyél, szóval itt az a lényeg, hogy te kezd el élvezni, és te kezd el csinálni, és merd meglépni azt a lépést, amitől önmagad leszel, és azt csinálod. És ne felejtsd el, hogy eközben, ezen az úton időnként leszel rossz játékos, és leszel egy nagyon jó játékos, és le és fönt is van. És ez benne van a játékban, mert ahhoz, hogy megtapasztalt, hogy te mit tudsz, ahhoz néha lent is kell lenni. És akkor így szépen lassan felépül mindaz, amit el akarsz érni. Ennyi lett volna a videó, ez egy kicsit rövidebb adás volt. Remélem tetszett, a következő videóban megyünk a Juggernautra, mindazoknak a Killstreak fanoknak, akik azért szeretik a Call of Duty-t, amiért én, illetve mindazoknak, akik egy kicsit többet szeretnének elérni, mint hogy csak kidobjanak 15 000 forintot az ablakon, hogy úgy mondjam, szóval Call of Duty-ra föl. Remélem tetszett a videó, remélem tudtam segíteni, ajánlom figyelmetekbe az első részt, elég komoly téma folyik ott is, szóval nekrokőve kicsit visszatért a komolyabb útvonalra, hogy úgy mondjam. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!